Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Nyugtalan a mi szívünk, Urunk, amíg meg nem nyugszik benned, mondta Szent Ágoston. És arra bátorította az embereket, hogy egyedül Istenben keressék a békességüket, a megnyugvásukat. Jézus Krisztus arra kér minket, vegyük föl mi is a keresztünket. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved. Bátorságot és erőt meríthetünk a Szent Miséből, a közös imádságból. Fölfedezhetjük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy Isten újra és újra a segítségünkre siet. Ő itt van velünk. Engedjük át magunkat az imádságnak, és engedjük, hogy Isten teljesen belépjen a szívünkbe. A Szent Misét a kaposvári Donneri városrészből közvetítjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. És a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok, mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik szólítanak. Jézus arra hív minket, hordozzuk vele együtt a keresztet, hogy fedezzük föl, a szenvedésen keresztül is azt az örömöt akarja nekünk adni, amely soha el nem múlik. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárát vallja? Most a lelkünkért könyörgünk az Istenhez, hogy mutassa meg nekünk azt az örömet, amelyet ő akar adni a szívünkbe. Hogy valóban felhőtlen legyen ez az örömünk. A Szent Mise kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűnünket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom, gyónom a mindenható Istennek, és Istennek kereségei, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én végtem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és Isteket testvéreim, hogy imádkozz a kéretetben, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Kérdez, Krisztus, kérdez.
felség a magasságban Istennek. És a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, minden könyörögjünk. Urunk, erősséges Szent Istenünk, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önts szívünkbe irántad való szeretetet, és növeld bennünk a vallásos lelkületet. Kérünk, gyarapítsd és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Gyermekek most a gyermekige liturgiára vonulnak, mi pedig Szentírásnak az üzenetét hallgatjuk meg. Jeremiás próféta könyvéből halljuk, hogy így szól a próféta, rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Isten, mintha néha rászedne minket arra, hogy az ő igéit hirdessük, de nekünk engednünk kell ezt. A Szentleckében pedig Pál apostol írja a rómaiaknak, adjátok testeteket élő szent, Istennek tetsző áldozatul. Talán néha mi is így érezzük, hogy nehéz odaadni magunkat teljesen az Isten szolgálatára, az imádságra. Most ajánljuk fel a lelkünket, hogy égő fáklyává legyünk Isten kezében. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején. Rászedtél, Uram, s én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra. Aki csak lát, mind kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem. Erőszak, romlás. Az Úr szava így minden nap gyalázatomra vált, és csúfságomra. Már azt gondoltam, nem törődöm vele, és nem beszélek többé nevében. De ilyenkor, mintha perzselő tűz gyúlt volna szívemben, s átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam,
és nem tudtam elviselni. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óvaintette. Isten, ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult. Távozz tőlem, sátán, botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki én értem elveszíti életét,
megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit használ nekünk, hogyha fantasztikusan sok értéket föl tudunk halmozni itt a Földön, csodálatosan szép lesz a házunk, rengetegen, akik arra járnak, csodálni fogják azt, ha a telkünk a legeslegszebb lesz a környékem, hogyha nem jutunk be a mennyek országába. Vagy hogyha mindaz az idő, amit ezekre ráfordítottunk, végül aztán azt fogja eredményezni, hogy sokkal, de sokkal kevesebb időt tudunk szánni az Istennek az ügyére. Persze mindezek szolgálhatják Istennek a dicsőségét is. A világban elég sokfelé sikerült megforduljak a tanulmányaim alatt, és sokszor láttam azt, hogy például házaknak az oldalába kisebb szentélyeket építettek, és ott a szűzanyának, vagy Jézusnak, esetleg más szenteknek a képeit, kis szobrait így tisztelték, mindenki előtt megvalva azt, hogy az ő házuk az valóban az imádságnak a háza. És nekünk is ez itt a legfőbb kérdés, hogy az otthonunk, és mindaz, amit megszereztünk, az vajon tudja-e Istennek a nagy dicsőségét szolgálni, és át tud-e alakulni teljesen az életünk? Hogy mindaz, amit itt megnyerünk, az valójában a lelkünknek az üdvösségét szolgálja. És itt ez a nagyon nagy kérdés. Mert felújíthatjuk a templomokat, meg a különböző egyházi dolgokat, de hogyha nem telik meg imádsággal, akkor igazából szinte fölösleges, hogy ezt tegyük. És ez a kérdés, hogy hogyan tudjuk megtölteni teljesen imádsággal az életünket. Héten volt Szent Ágostonnak és az ő édesanyjának, Szent Mónikának az ünnepe. Mónika több mint 20 éven keresztül imádkozott Ágostonért, azért, hogy megtapasztalja, hogy ki tud jönni a pogányságnak a kelepcéiből. Ágoston folyamatosan kereste az igazságot, de ezt nem a katolikus egyházban vélte fölfedezni, hanem sokkal tetszetősebbek voltak neki az akkori filozófiai irányzatok. És azt gondolom, hogy nagyon hasonló a helyzet ma is. Nagyon sokaknak, akik keresik az igazságot, fiatalon vagy kevésbé fiatalon, nagyon tetszetősek a különböző mai elméletek, amelyekkel találkoznak. Sokat olvasnak is esetleg hozzá, és különlegesebbnél különlegesebb történetekkel találkoznak, és valójában mégsem találják meg a katolikus hitet. És nekünk imádkoznunk kell értük, hogy egyszer csak fölfedezzék, szinte a semmiből előbukkanjon számukra a Szentírásnak egyfajta lángoló szeretete, mert valószínű, hogyha tényleg őszintén keresik az igazságot ezek a fiatalok és kevésbé fiatalok, akkor kezükbe fogják venni a Szentírást is, és elkezdik majd olvasni. És talán egyszer megértik azt a kis felszólítást, amit Szent Ágoston hallott, hogy vedd és olvasd. Megértik, hogy ha ezt vesszük magunkhoz, akkor teljesen át tud tőle alakulni az életünk. És azt gondolom, hogy ez nekünk is azért egy óriási nagy meghívás, hogy vajon vesszük-e tényleg a kezünkbe a Szentírást? Vajon érezzük-e, hogy még van bennünk egy ugyanolyan ellenállás, mint amit a prófétától hallottunk az olvasmányban, és nem akarjuk igazából azt, hogy Isten igéje teljesen betöltse az életünket, mert érezzük a feszültséget
a mai világnak a valósága és a Szentírás között, és érezzük, hogy ez a kettő valahogy nem jön össze. Nem értjük, hogy hogyan lehetséges az, hogy Isten azt mondja, hogy áldásban fog élni az, aki hozzáfordul, és akkor mellette pedig ott van a szegénység, ott van a nyomorúság, a betegség. Hogy lehetséges, hogy vannak, akik egyáltalán meghalnak? Valaki úgy fogalmazott, hogy onnan nem jött vissza még senki. És én voltam éppen ott mellette, mondtam meg, hogy azért én egy valakiről tudok, Jézus Krisztusról, aki visszajött a halálból, és én hiszem, hogy ő föltámadt a halálból. És ahogy elkezdtünk beszélgetni, láttam, hogy igen, azért ez egy nagyon komoly kérdés, amit itt feszegetünk, hogy akkor jön a következő, hogy vajon miért van az, hogy a gonoszok, akik hazudnak, csalnak, lopnak, úgy tűnik, hogy sokkal jobban érvényesülnek, mint azok, akik állandóan imádkoznak, és Isten országának az építésén fáradoznak. És akkor ugye előjött az, amit ma szintén a mai evangéliumban hallottunk, hogy hát el fog majd jönni Jézus Krisztus az Atya dicsőségében, az angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek a tettei szerint. Hogyha nem hisszük ezeket, akkor valóban sokkal jobb lenne, hogyha az ellenkezőjét tennénk annak, mint amit próbálunk tenni. El kell, hogy higgyük, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és ezt el kell mondjuk mindenkinek az első adandó alkalommal. El kell, hogy higgyük, hogy el fog jönni majd ítélni eleveneket és holtakat, és erről tanúságot kell tegyünk a többiek előtt, mert ezért érdemes másképp élni, mint ahogyan azt most tesszük. Azt hallottam a héten, hogy van egy egyetem, amelyik azt tűzte ki magának célul, hogy a diákjai azok ne megtöltendő üvegek, hanem lángra gyújtandó fáklyák legyenek. És azt gondolom, hogy talán mi is kitűzhetnénk egy kicsit ezt egyházközségünk, vagy kis egyházunknak a céljaként, hogy az emberek, akik itt vannak a templomban, vagy eljönnek velünk együtt a Szentmisére imádkozni, ne egy ilyen megtöltendő üvegnek érezzék magukat, hanem egy lángra gyújtandó fáklyának. És hogy felfedezzük azt, hogy Isten azt szeretné, hogyha bevilágítanánk mindenhova, ahova csak megyünk az életünkbe, azzal a világossággal, amit ő ad nekünk. Mert nem arról van szó, hogy a kereszténységnek egy ilyen palackba zárt szellemnek kellene lennie. Ami csupán akkor jön ki, hogyha nagyon-nagyon simogatják, és akkor is félve jön ki, hogy hát mit kívánsz, kedves gazdám. Hanem egy olyan lángot lobogó fáklyának kell lennünk, amit messziről látnak már az emberek, és azt mondják, na, ott van valaki, aki tényleg keresztény. De olyan nehéz ilyen emberré lenni. Miközben az életnek a gondjai azok bizony nagyon-nagyon elapróznak minket, ilyen kicsin kis miszlikbe vágnak néha, úgy érezzük, és nagyon nehéz összeszednünk magunkat, hogy egy kicsit legalább próbáljak az imádsággal foglalkozni, aközben Isten jön, és akkor megpróbál minket így teljesen lángra gyújtani. Egy kis feladatot hallottam a héten, amit így emberekkel csináltattak meg. A feladatnak az volt a lényege, hogy a holdra kellett képzeljék magukat, és különböző eszközöknek a használatát kellett elképzelni, hogy azt tudják-e használni, vagy sem. És ezek között, az eszközök között ott volt a gyufa is. Ugye nekünk magyaroknak így nagyon kedves a gyufa, hogyha valaki a holdon van, és hát tudja, hogy ott néha hideg is van, meg nagy a hőingás, hát a gyufa az ugye milyen praktikus. Hát igen ám, csak hogy ott nincsen levegő. És ha nincsen levegő, akkor nem tudjuk meggyújtani ezt a gyufát. És valahol nekünk is ez itt a kérdés, hogy lélegezzük-e még Istennek a lelkét? Próbáljuk-e újra és újra fölismerni azt, hogy a bűnbánattal ezt belélegezzük, és az evangelizációval, a misszióval, azzal, hogy másoknak pedig elmondom, azzal meg kilélegzem. És akkor lángra lehet minket gyújtani. Mert ha nincs, ha egy légüres térben élünk, és igazából nem a Szentírás, nem a bűnbánat, nem a misszió az, ami kitölti az életünket, akkor nem fog tudni meggyulladni a gyufa.
Nagyon nagy kérdés az életünkben, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. És azt gondolom, hogy nem másképp, mint úgy, hogyha nem hagyjuk egymást egyedül. Mert akkor, amikor egyedül hagyjuk a másikat, akkor ő egyre jobban elkezd így süllyedni, így a saját elkeseredésébe, és úgy érzi, hogy már nem tud ebből így kijönni. Olyan nagy öröm számomra, amikor meglátogatok valakit, és ő tényleg úgy érzi, hogy jaj, de jó, hogy végre eljött hozzá valaki. És meg vagyok róla győződve, hogy a Szentlélek súgja mindannyiunknak az olyan jellegű dolgokat, hogy most menjél el a másikhoz. Most látogasd meg a barátodat, vagy a nagymamádat, vagy a testvéredet. A Szentlélek súgja nekünk, és mindannyiunknak talán azt, hogy most hívd meg a másikat. Mondd, hogy jöjjön velem egy kicsit ebédelni, vagy vacsorázni, vagy sütök neki valami kis süteményt. Ezeket mind-mind a Szentlélek súgja az embereknek, anélkül, hogy tudnák. Csak egy dologra figyeljünk oda, hogy amikor összejövünk, akkor próbáljuk megpendíteni egy kicsit legalább az Istennek a húrjait. Próbáljunk egy kicsit legalább rákérdezni, hogy mi is van benned az Istennel kapcsolatban, vagy beszéljünk az egyháznak az ügyéről. Hallottátok, hogy felújították a Donneri templomot? Hallottátok, hogy milyen csodálatos dolgok történnek itt is, ott is, amikor Istent valaki észreveszi, és teljesen odaadja az életét neki? Hallottátok, hogy ide is, meg oda is zarándokolnak az emberek, és felfedezik azt, hogy milyen csodálatos együtt lenni Szűz Máriával, vagy Jézus szívével? Nem olyan régen a barátaim elmentek Franciaországba, Paris-le-Moniába, ez Jézus szívének a kisvárosa. És amikor visszajöttek, egy egész busznyi embert vittek magukkal, azt mondták, hogy az volt a fantasztikus, hogy az Isten szeretete mindenkit megérintett igazából, akik eljöttek velük erre az útra. Volt, akit odafelé menet már, teljesen átjárt az öröm. Volt, akit ott helyben, és ott tapasztalta meg azt, hogy milyen csodálatos így együtt lenni és együtt imádkozni. És voltak olyanok is, akik csak hazafelé jöve fogták föl, hogy hát milyen fantasztikus helyen voltak ők tulajdonképpen, talán éppen akkor, amikor a többieknek a tanúság tételét hallgatták. És lehet, hogy mi is egy kicsit így vagyunk ezzel. Lehet, hogy már gyermekkorunkban megérintett már, amikor a hit felé még éppen csak mentünk, már úgy lelkesedtünk az Isten oltára felé. Lehet, hogy akkor érintett meg minket, amikor tényleg felnőtt keresztények lettünk, és azt mondtuk, hogy megbérmálkoztunk, tehát mostantól kezdve már nem azért jövök a templomba, mert kívülről mondják azt a szüleim, hanem én nekem magától értetődő, hogy minden vasárnap ott leszek, és akkor itt maradtunk, és azóta is lelkesedünk. De az is lehet, hogy csak egy kicsit később, így életünk végén döbbenünk rá arra, hogy hát milyen csodálatos dolgokat tett velem az Isten, és én mennyire elszaladtam mellette. Ne hagyjuk egyedül egymást ezekkel a gondokkal, hanem tegyünk tanúságot a másiknak arra, hogy igen, nekem beszélnem kell erről, el kell mondanom a másiknak. És akkor talán a Szentlélek sugallata az teljesen átjár majd minket, és megértjük, hogy hogyan is lehetünk lobogó fáklyák, hogy hogyan tudjuk megmutatni a világnak, hogy mit használ nektek, ha megnyeritek az egész világot is, de a lelketek kárát vallja. Ajánljuk Istennek most így saját magunkat is. Kérjük a Szentlélektől, hogy ő adjon nekünk ilyen missziós lendületet, hogy ő segítsen minket, hogy égő és világító fáklyává váljunk, olyanná, amelyikre nem azt mondják majd, hogy csak ideig, óráig gyönyörködünk az ő fényében, hanem egy valódi Krisztusra mutató világosság legyen az életünkben, mindaz az imádság, amelyet most is ajánlunk neki. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd el teljesen a lelkünket. Add, hogy mindannyian fölfedezzük, hogy te valódi misszionáriusokká teszel minket. Hogy nem a világnak a valóságára kell törekedjünk, hanem egyedül arra, amit Isten ad nekünk. Jöjj, Szentlélek, Úristen!
Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülő fiában, a mi urunkban, aki fogad az ő Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a bokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikusan Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Testvéreim, Krisztus követése sokszor áldozatot jelent. Kérjünk áldozatkész lelkületet mennyei atyánktól. Add, Urunk, hogy Ferenc pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink szívesen vállalják hivatásuk keresztjeit. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy el ne merüljünk az evilági élvezetekben, hanem tudjunk lemondani és áldozatot hozni. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a jólétben élők áldozatosan segítsék rászoruló embertársaikat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy neked tetsző, keresztet is vállaló élettel tegyünk tanúságot élő hitünkről. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a betegek a te kínszenvedésedből merítsenek erőt szenvedéseikben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Fölséges Istenünk, ismertesd meg velünk szent akaratodat, és add, hogy önmegtagadások árán is megvalósítsuk, ami helyes és kedves előtted. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten színe előtt. Fogadjál az Úrnak az áldozatot, ne bírjál minden csinálni, és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyházára. Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány, hogy ami a kenyér és a bor színe alatt történik, annak ereje életté váljék bennünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úrhoz.
adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által, ki megszámva a tévelygő embert, világra született a Szent Szűztől, majd kereszt halála által, az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a sírból, örök életet ajándékozott nékünk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá,
hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Béla püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mind azokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodban, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom a jöjjé, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életek.
most este is újra őrizze meg minket az örök életre. Istenünk, mit használ nekünk, ha az egész világot is megnyerjük, de a lelkünk kárt szenved? Köszönjük, hogy Te újra és újra az üdvösség útjára irányítod lépteinket. Köszönjük, hogy táplálsz minket szent igéddel, táplálsz minket szent testeddel, hogy nem hagysz minket egyedül. Add, hogy mi is segítségére siessünk szükséget szenvedő embertársainknak, hogy a magányukban vigasztalás legyünk, hogy ők legyenek számunkra a legfontosabbak, és hogy meg tudjuk nekik mutatni a Te jelenlétedet. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és mutasd meg nekünk a mennyei Atya országát. Boldogok a békességben élők,
mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Könyörögjünk. Mennyei asztalot kenyerével tápláltál minket, Istenünk. Kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Szeretettel hirdettem a kedves testvéreknek és a televízió nézőknek is, hogy a Donneri templomnak a felújításának az első szakasza legalábbis a végéhez közeledik, és azt remélem, hogy már a jövő héten is ott tudjuk tartani a vasárnapi szentmiséket. A héten lesz az utolsó néhány simítás, valamint a takarítás is. Csütörtök reggel 8-ra hívom a testvéreket, szeptember 4-e csütörtök reggel 8-ra, aki tud jönni, hogy segítsünk tisztává varázsolni a templomot. Nem egy kis feladat ez, tehát úgy kell készülni, hogy rászánjuk az időt. Kérem, hogy aki tud jönni, az jelezze ezt előre a sekrestyében vagy az irodában. Nagyon köszönöm előre is a testvéreknek az ilyen irányú segítségét is. A két hét múlvai szentmisét a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepével kapcsolatban már a templomból szeretnénk közvetíteni, és reméljük, hogy így a televízió nézők is majd megtapasztalhatják azt, hogy tényleg sokat dolgoztunk a templomunkon, és annak a szépsége újra föltárulhat előttünk. A héten elkezdődnek a különböző évvel kapcsolatos események is. Szerdán még egyszer az évben, este 17:30 a Kaposhegyi kápolnánál tartunk egy hétköznapi szentmisét. Többi hétköznapi szentmise még ezen a héten nem kerül megtartásra, de szombat esti és a vasárnap esti szentmisék, hogyha minden rendben megy, akkor már itt a templomban lesznek, és erre törekszünk. Azokat a felnőtteket, akik a hittani ismereteiket szeretnék frissíteni, vagy egyáltalán egy olyan közösséghez szeretnének csatlakozni, ahol mernek beszélni a hitükről, vagy éppen a hitetlenségükről, azokat szeretettel várom most csütörtökön, este 18:00 a Donneri plébániára. Ez a katekumenátusnak az alkalma, bárki bekapcsolódhat. A 14 év feletti fiataloknak az ifjúsági csoport első alkalma most szombaton este 18:00 lesz a szentmise után a Donneri plébánián. Elkezdődnek a plébániai hittanórák is, ugye ez elsősorban a szentségekre való felkészítést jelenti, másodszorban a közösségnek a plébániai megélését a gyermekek számára, tehát azoknak a gyerekeknek is meghívás ez, akik esetleg járnak az iskolában hittanra. Kérem a testvéreket, hogy segítsék őket a jelentkezésben. Szeptember 6-án, vagyis jövő szombaton egyházmegyei családos zarándoklatot tartunk. A zarándokok megáldása 9:30 lesz a Szent Imre templomban az indulás előtt, és délután 4:00 Kapos Szent Benedeken Bárdudvarnokon fejeződik be ez az alkalom. Szeretettel hívjuk erre a gyalogos zarándoklatra a családokat és mindazokat, akik képesek ezt a rövid utat így végigjárni velünk. Homokkomáromba október 4-ére szombatra a Szent Margit templomból szerveznek majd zarándoklatot, aki oda szeretne menni, az ott érdeklődjön. A mi egyházközségünk pedig Pannonhalmára október 11-én szervez egy zarándoklatot. Itt az irodában vagy a sekrestyében lehet erre jelentkezni. A mai szentmisét a testvérek a helyi televíziókban 17:00 láthatják, a Kapos televízióban és a Somogy televízióban. Hétfőn 17:00 ismétli a Somogy televízió a szentmise közvetítéseket. A kis bábfilmünk
Riska és Csibe az M1-en délelőtt 9-kor vasárnaponként jelentkezik a Katolikus Krónikában. A műsort azt ismétlik a Dunavört csatornán általában 3:30 és 4:00 között hétfőnként délután, valamint vasárnap reggel 6 órakor is látható ez a gyermek csatornán. Hogyha valaki nem tud aludni, akkor ezt is tudjuk ajánlani. Szeretettel hívom a testvéreket, hogy ünnepeljük meg majd együtt, ha máskor nem a templom búcsú alkalmával, templomunknak a megújulását, és kérem a testvéreket, hogy akik nem tudnak jönni, azok is támogassanak bennünket imádságukkal, meg minden lehetséges módon. Ezúttal is nagyon köszönöm mindenkinek a rengeteg támogatását. Álljunk föl és fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved. Jézus arra hív minket, hogy a világi valóságok mögött fölfedezzük Isten országát, hogy elsősorban a lelkünk üdvössége legyen a legfontosabb számunkra. Kérjünk bátorságot és erőt a Szentlélektől, hogy föl tudjuk fedezni, Isten megújítja életünket. Isten békességet és új lendületet szeretne nekünk adni, hogy égő fáklyaként világítsunk a többieknek. Isten szeretete gyújtsa lángra most mindannyiunknak a szívét. A Szent Misét a kaposvári Donneri városrészből közvetítettük, ahol a templom felújítása alatt eddig a Bartók iskolában tartottuk a Szent Miséket. Jövő héttől reményeink szerint újra a megújult Donneri Szentkereszt templomban várjuk a kedves testvéreket. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.